így hívjaim az öcsém. De mások is Sipognak mondhatom, ki vagyok akadva teljesen. Azt hallotta apu a KFT-ben, hogy a bizonyos költő, aki van itt nálunk a faluban, áll a villa a hátába, kipofázza a titkos ügyeket és a szennyest, hogy így titomásra mondjam. Olyat is esetleg, amikről még plegyka se nagyon. Azokat is bele a nagyvilágba, hogy égünk, mint az olajmező. Fenébe az ilyennel, mikor máshoz is megy a szőnyeg alásöprés, minek akkor éppen minket szégyenfoltát tenni. Világnak csúfján rajtunk röhögjenek. És ami legrosszabb anyu szerint hazudik is. Egyszer találkozzak vele, megmondom neki a véleményem, abban biztos lehet. Másik meglepetés, a világosnál beszélik, hogy Böllér doktor most már magánnyomozó is. Eddig volt jogász, meg firkász, nem elégett bolondságból nyomoz is. Nem tudom, miféle ügyek vannak itten váró listán, mert ami bűncselekmény van, azt mindenki tudja, hogy ki volt. És a rendőröknek is fülükbe jut előbb-utóbb. Elég csak arra gondolni, hogy amikor Póla nénit fejbe verték a dörögi gyerekek, másnap a szemközti bokrok meg ülesték a helyszínelőről. Ki a halálra gondolta volna, hogy ők voltak? Még a fakabátoknak is gyanús lett az érdeklődés. Mit kell akkor nyomozni? A paprikát ellopják a telepről minden évben rendesen, kiáll a őrkutya, őrszem, őrbódé, benne van abban minden személyzet, padlástól a pincéig. Csak a bolond bérlők néznek, mint borjú a vakablakra szedés előtt, hová párogott a java, az 5-10-es, mert így hívják az exportot, hogy 5-10-es, átmérőben hosszúság, meg a 4-7-es a francba, ha szabad ilyet kérdezni. Nem szabad, marad a 3-6-os csókolom, lehet neki teljes szívből örülni, ha gondolják. Magánnyomozni itt olyan, mint egyedül plegykálni. Köszönjük szépen! Az enyém.